A Mátészalkai és a Nyíregyházi Kapitányság felderítő munkája alapján a rendőrök december 15-én Nagykálóban igazoltattak egy gépkocsit vezető férfit és a mellette ülő nőt, mert az előzetes bűnügyi információk alapján a két személy kapcsolatba hozható volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel. A 31 éves ukrán állampolgárságú nőnél 10 g barna színű zselés állagú, a gyors teszt szerint kábítószer tartalmú anyagot találtak. A vizsgálat az asszony szervezetében is ópium származék nyomát mutatta ki. Egy nyíregyházi garázsban bukkantunk rá nagy mennyiségű mággubóra, körülbelül 600 kilós mennyiségről van szó. Tudni kell, hogy a mág gubó is alapanyaga az ópiumnak, majd pedig ebből készül a heroin. A kábítószer előállításához szükséges egyéb vegyszereket és eszközöket is találtunk itt, illetve ezzel összefüggésben vettünk őrizetbe két személyt. Az eljárást egyébként a Nyíregyházi Rendőrkapitányság folytatja kábítószerrel visszaélés megalapozott gyanújával. Egy férfit és egy ukrán állampolgárságú nőt vettek őrizetbe, akiknek kezdeményezik is az előzetes letartóztatását. A nő egyébként Újfehértón bérelt egy lakást, itt további kb. 4 kilónyi kábítószergyanús anyagot találtunk, ennek is morfium tartalma van, illetve amikor megállították őket a rendőrök egy kocsival, a nőnél akkor is volt kisebb mennyiségű kábítószer. Az eljárást kábítószerrel visszaélés megalapozott gyanújával folytató Nyíregyházi Rendőrkapitányság mindkét szemét őrizetbe vette és kezdeményezi előzetes letartóztatásukat. A lefoglalt kábítószer hatóanyag tartalmát szakértők elemzik.